Magyarországon évente mintegy 500 ezer egységnyi vért gyűjtenek, ezt a mennyiséget az a több százezer önkéntes véradó biztosítja, akik felelősséget éreznek segítségre szoruló embertársaik iránt. A megyei véradónapi ünnepségen elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a biztonságos vérellátáshoz hetente körülbelül 500 véradóra van szükség. A múlt héten volt Budapesten az országos véradó ünnepség, ahol Herceg Anita asszony levelét olvasták föl, és abban ő azt emlegette, hogy a véradás szempontjából kétféle ember van, aki véradó, és aki nem véradó, hogy nagyon kevés az az ember, aki csak egyszer ad vért, általában az a jellemző, hogy aki egyszer emellett elkötelezte magát, az rendszeres véradóvá válik. A megyei rendezvényen elsősorban azokat ünnepelték, köszöntötték, akik legalább 50-szeres véradók, több mint 100-an vettek át elismerést. Azt szoktam mondani, inkább adjak, mint kapjak, és amíg tehetem, hát most így nem mondom, hogy elhivatottság, de ameddig tudom, adom. Hivatásos tisztiskolás hallgató voltam, amikor 1969-ben kezdtem el, akkor valamikor Egerben. A véradást mindenféle fajta hátsó szándék nélkül, de arra gondoltam, mint leendő katona, hogy ez olyan jellegű lesz, hogy majd embereken tudok segíteni. Persze nagy pátosszal, nagy lendülettel, hát a lendület idáig tartott, vagy tart, és sikerült a karomat nyújtani 126-szor. A véradó napi ünnepséget idén is a megyeházán tartották, a rendezvényen Baracsi Endre közgyűlési alelnök azt mondta, az önzetlen segítségnyújtást a megyei önkormányzat is fontosnak tartja. A Magyar Vöröskereszttel és nyugodtan mondhatóan megyei szervezetével és a megyei önkormányzatnak nagyon szoros és nagyon régi kapcsolata van, több területen is igyekezzük segíteni egymás munkáját, illetve inkább azt mondanám, hogy a megyei önkormányzat igyekszik segíteni azt a szolidáris, illetve emberközponti munkát, amelyet a Magyar Vöröskereszt végez hosszú évek óta. Ez megjelenik pályázati együttműködésekben, megjelenik különböző támogatásokban, és megjelenik abban is, hogy igyekszünk a lehetőséghez mérten támogatni a Vöröskeresztet abban a munkában, hogy például a véradásnak is minél nagyobb felületet tudjunk biztosítani, akár legyen ez média megjelenés, akár pedig más transzparencia. A véradás adatfelvétellel, kötelező vizsgálatokkal együtt körülbelül 40 percet vesz igénybe, tehát akár ennyi idő ráfordításával életet menthet egy-egy önkéntes. Egyszerre 4,5 deciliter vért vesznek le, fontos, hogy a véradónak minimum 18 évesnek és legalább 50 kilósnak kell lennie.